már eldöntötted azt, hogy elég volt az izzasztó fűnyírásból, eleget sétáltál már a fűnyíród után, fáj a derekad, a bokád, a lábad, nem akarsz többet a nagy kertedben a fűnyíró után koslatni, épp itt az ideje, hogy vásárolj egy fűnyíró traktort. A fűnyíró traktor választásnál azonban, ha még nincs gyakorlatod, jó, ha néhány kérdést előre tisztázol, és ekkor biztos, hogy a legideálisabb traktort fogod megtalálni. Mik ezek a kérdések? Fűgyűjtős vagy oldalkidobós traktort szeretnél? Milyen motor legyen a traktorban? Milyen váltót szeretnél a traktorba? Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a traktor télen, nyáron, ősszel, tavasszal való kihasználásában, amire esetleg szükség lehet? Szeretnél esetleg valamilyen extrát a traktorra, amivel még kényelmesebbé teheted az életedet? Ezeket a dolgokat kell tisztázni, ebben szeretnék segíteni ezzel a kis rövid videóval. Első kérdés, hogy gyűjtős vagy oldalkidobós traktort választasz. Ezt azért kell eldönteni, mert egy oldalkidobós traktorral már nem fogod tudni összegyűjteni a füvet, míg egy fűgyűjtős traktorral megteheted azt, hogy nem gyűjtöd össze, hanem ott hagyod a traktor mögött. Mindkét traktornál lehetőség van arra, hogy úgynevezett mulcsozó nyírást használjál. Ez opcionális bizonyos traktoroknál pedig alapfelszereltség. A mulcsozás pedig azt jelenti, hogy a vágó késektől kijövő fű útját lezárjuk, ezáltal nem tud a szabadba vagy a gyűjtőbe kerülni, hanem ott marad lebegve, és egészen apróra összedarabolja a kés, aztán ez visszahullik a talajra, nagyon gyorsan elkorhad, és így természetes tápanyagként szolgál a gyepes felületre, lehet ez díszkert, szőlő, gyümölcsös ültetvény, tehát mindenképpen célszerű a természetes trágyázásra ezt kihasználni. Következő kérdés, milyen motor legyen a traktorban? A traktorok, fűnyíró traktorok motorjai általában léghűtésesek, így a választékban található motorok mindegyike léghűtéses, azonban vannak preferált márkák, már hogy a vásárlók részéről preferált márkák. A Brix motor vagy Bridge motor nagyon ismert, régóta használt, van aki ragaszkodik ehhez. Ezek valóban jól bevált motorok, de léteznek teljesen új modern motorok is. Például az MTD traktoroknál alkalmazott Torx motor, ami egy erős, olajszivattyús, nyomóolajzású motor, ami akkor szükséges, hogyha dombos területen szeretnél füvet vágni. Tehát a motorválasztásnál szempont az, hogy sík területen szeretnéd használni, vagy dombosabb, meredekebb oldalakra is föl kell menni. Oda mindenképpen olyat kell választani, ami nyomóolajzású, olajszivattyús motor, ahol a kenési probléma nem lesz, és ugye egy domboldalba a fűvágáshoz, illetve a traktor haladásához a megfelelő erőre is szükség van. Léteznek egyhengeres, illetve kéthengeres motorok, természetesen a kéthengeres motorral ellátott gépek erősebbek, nyomatékosabbak, azzal könnyebb és hatékonyabb dolgozni. Hogy milyen extra funkciókat várhatunk el egy fűnyíró traktortól? Kihasználható például télen hótolásra. Nagyon sok traktornál van az a lehetőség, hogy hótolólapot szerelhetünk rá, és így télen a hóeltakarításban ad nagy segítséget. Ehhez mindjárt hozzákapcsolhatunk egy szórókocsit, amivel a jégmentesítést is egy munkamenetben megoldjuk. Ez nyáron kihasználható, a télen a jégolvasztásra, sikosságmentesítésre, nyáron viszont a szükséges műtrágyát tudjuk vele a területre kiutatni. Nagyon praktikusan kihasználható még a kerti kocsival, tudunk hozzá adni billenőplatós kiskocsit, ezzel a kisebb szállításokat meg lehet oldani a kertben. Aztán vannak úgynevezett kényelmi funkciók, amiket a traktoroknál a jobban felszerelteknél megkaphatunk. Ilyen például az üzemóra számláló, ahol a szerviz intervallumokat nem nekünk kell figyelemmel kísérnünk, hanem az üzemóra számláló megmutatja, mikor aktuális a szerviz időpontja. Következő ilyen funkció a tempomat, ez a hidróhajtású traktoroknál használható,
ahol ugyanúgy, mint az autónál beállíthatjuk az aktuális haladási sebességet, és ezt folyamatosan tartja mindaddig, amíg meg nem változtatjuk ezt. Vannak olyan traktorok, a Husqvarnának a 3-as sorozatú traktorjai, ahol a mulcsozó funkció az alapból benne van a traktorba, és úgy tudjuk be, illetve kikapcsolni, hogy nem is kell leszállnunk a traktorból, ez is egy nagyon kényelmes dolog. Van olyan, ahol kulcs nélkül tudjuk a traktort indítani. Fontos szempont az is, hogy a traktornak milyen meghajtása van, milyen sebességváltó van rajta. Ez azért fontos, mert ez a mi kényelmünket szolgálhatja. Létezik mechanikus sebességváltó és hidrosztatikus sebességváltó. Ez a két alapvető rendszer található meg. A hidrosztatikus hajtóműnél egy lábpedál vagy egy kar állításával tudom a haladási irányt és a haladási sebességet fokozatmentesen állítani. Ez azért jó, mert nagyon precízen be tudom állítani a fűnyíró vagy a fűnyíró traktor haladási sebességét a vágandó fű hosszúságához. Ráadásul ezzel nagyon egyszerű a manőverezés is, az előre-hátra menetek változtatása. Így szűkebb, beépített területeken, kertekben praktikus egy hidrohajtású traktor. A mechanikus váltós az ugye egy egyszerűbb kivitel, egyszerűbb szerkezet. Ez is egy nagyon jó megoldás, azonban ez már nem annyira kényelmes. Itt szintén két változat létezik. A Metulok traktoroknál általában ezzel találkozunk, ahol előre van 5 vagy 6 sebességfokozat, és hátra menetben 1 sebességfokozat, míg az MTD traktornál az úgynevezett transzmatik váltót találjuk, ahol aminek az a lényege, hogy van egy irányváltó, tehát hogy a traktorra előre vagy hátra szeretnénk menni, illetve hogy milyen gyorsan szeretnénk a traktorral menni. Ezen kívül van még olyan kényelmi funkció, ahol a hátramenetet is lehetővé teszi a traktor, illetve a hátramenetben való fűnyírást. Ugye ez elvileg egy biztonsági előírás, ha minden traktort fel kell szerelni olyan eszközzel, ami megakadályozza azt, hogy hátrafelé tudjunk vele füvet nyírni, nehogy véletlenül valakire vagy valamire rámenjünk. Ez viszont egyes traktoroknál, például a Husqvarnán, a Mekalotnál kikapcsolható, az MTD-nél ez a funkció nem elérhető. Fontos szempont még a garancia is, azonban ez elég egységes Magyarországon, a forgalomba kerülő valamennyi fűnyíró traktorra a gyártók 2 év jótállást adnak, van ahol szükséges ennek a regisztrálása a gyártó szervízrendszerében, ezt mi természetesen megcsináljuk, így mindenki a traktorokhoz a 2 év jótállást fogja megkapni. Kérdés, hogy szükséges-e ugyanúgy, mint az autóknál kötelező szervízre vinni a traktorokat ahhoz, hogy a jótállás érvényes legyen. A fűnyíró traktoroknál nincs ilyen, tehát nem kell a traktort sehová vinni. Nagyon egyszerű a karbantartási művelet. Mindenki otthon saját maga meg tudja csinálni, akinek van egy kis műszaki érzéke hozzá. Egyébként, amikor a traktort elszállítjuk, akkor ezt megmutatjuk, nem csak a kezelését, hanem azt is megmutatjuk, hogy hogyan kell karban tartani. Mi történik, hogyha megrendeli a traktort? Mi kivegyszük a dobozából, összeszereljük, beüzemeljük, föltöltjük olajjal és üzemanyaggal, kipróbáljuk az összes funkcióját, hogy minden működik-e, és azt követően fogjuk önnek elvinni. Letesszük az udvarába, segítségre nincs szükségünk, olyan autóval visszük, hogy egyedül le tudjuk tenni, és önnek csak rá kell ülnie, és már vághatja is vele a füvet. Használatát, kezelését megmutatjuk, kipróbálhatja, és azonnal perfekt lesz az új fűnyíró traktorjának a kezelésében. Már csak egy dolgot kell tennie, megnyomni a megrendelem gombot, és mi visszük a kiválasztott fűnyíró traktort.